akik szeretik Isten házát, mind boldogok, oly boldogok, kik lakoznak szent templomában, mind gazdagok, dús gazdagok, az ünneplő nagy sokasággal áldást vehetsz, áldott lehetsz, új-új hát meg Krisztus kegyelmében. Hív a kereszt, vár a kereszt, légy te magad is élő templom, a léleké, szent léleké, bűntől megtisztult szívvel halad a menny felé, hazád felé, a dicső égi Jeruzsálem énre állvál, tere átvál, ott majd a bárány lesz a templom, a nagy király, örök király. Akik szeretik Isten házát, azok mind boldogok. Lelki templomként gyűltünk össze ezen a délelőttön újból, azért, hogy imádjuk és magasztaljuk a mi Istenünket. Azért, hogy együtt legyünk és a testvéri közösséget gyakoroljuk. Igaz, hogy fizikailag távol vagyunk, azonban lelkileg, szellemileg egyek vagyunk, és összekapcsol bennünket az Istennek a lelke. Ezért, mint szellemi templom, Istennek a háza, Istennek a népe vagyunk együtt ezen a délelőttön is. Köszöntünk szeretettel mindenkit, testvéreinket, barátainkat is, akik csatlakoztak hozzánk, hogy együtt legyünk ezen az Isten tiszteleten. Imádni fogjuk az Urat, magasztalni és dicsőíteni őt. Meghallgatjuk az ő tanítását, az ő igéje által, és lehetőséget adunk testvéreinknek is a szolgálatra, azért, hogy épüljön Krisztus teste ezen a délelőttön is. Különböző lelki állapotban állhatunk ma reggel Isten előtt és egymásunk közösségében is az Úr előtt. Szeretnénk azt, ha mindenki szabad lenne lelkileg, ha mindenki el tudna csendesedni, megállna tevékenységéből, oda tudna koncentrálni, megállna és leülne a képernyők, a készülékek elé, hogy csak arra összpontosítsa a figyelmét, ami most történni fog ezen az Isten tiszteleten. Azonban lelkileg is különböző állapotban lehetünk, és lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik megfáradtak, akiket szeretné az Úr felfrissíteni, megeleveníteni. Szükségünk van azonban mindnyájunknak arra, hogy felnézzünk az Úr Jézus Krisztusra. Ezért hittel énekeljük, vagy esetleg hallgassuk azt az éneket, ami a Hithangjai 258-as éneke. Refrénjében így szól ez az ének. Nézz fel Jézusra hittel, ím szent arca mély tündököl, benne bíz és oszlik a félelem, tőle árad az égi erő. Benne bíz és oszlik a félelem,
áhítatunkhoz, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 16. Zsoltárt olvasom fel. Vegyük elő Bibliáinkat, és kísérjük figyelemmel az ige olvasását, hogy még jobban megmaradjon a szívünkbe az, amit hallunk. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert áldozatokat. Még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam. Te tartod kezedbe sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldott az Úr, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájába, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart gyönyörűségem jobbodon. Dávid egyik zsoltárát olvastuk fel, amiben kifejezi az Isten iránti bizalmát. A hívő ember, legyen az ószövetségi vagy újszövetségi hívő, ezt a bizalmat, ezt a személyes kapcsolatba megmutatkozó bizalmat élheti át Istennel. Nagy dolog ez a bizalom. Ha csak arra gondolunk, hogy kik között van ez a kapcsolat, akkor mindjárt látjuk a kapcsolatnak, a bizalmas kapcsolatnak a rendkívüli voltát. Az Isten nem akárki. Ő teremtette a világot, ő tartja fent a világot. Az ő bölcsességére, az ő bölcsessége végére mehetetlen. Csodálatos az az alkotás, amit ő létrehozott, és az a bölcsesség, ahogyan ezt tette. Az is csodálatos, ahogy megalkotta az embert, és úgy építette fel, hogy az ember jól tudjon működni fizikailag is, és lelkileg is. Ez a hatalmas Isten, aki kezében tartja a mindenséget. Azt a mindenséget, ami olyan nagy, hogy mi elménkkel fel se tudjuk fogni. Nem látjuk a határát, nem tudjuk elképzelni annak a nagyságát. Ez a mindenható Isten tette lehetővé, hogy én és te, bűnös emberek, közösségbe lehessünk vele. Ez a bizalmi kapcsolat nagyon megtisztelő a számunkra. Mégis vannak sokan, nagyon sokan, akik nem élnek ezzel a kapcsolattal. Hisz ehhez Istenhez kell térni, ehhez meg kell bánnunk a bűneinket, ehhez kell engednünk, hogy Isten lelke újjászülje, újjáteremtse az életünket, hogy belsőleg, lelki világunkban megváltoztasson bennünket, hogy az Isten és mi, gyarló emberek, együtt legyünk, és visszhangra találjon a közösség a szívünkbe. Ha a Zsoltárt nézzük, hisz ebből szeretnék néhány buzdító szót mondani, akkor azt látjuk, hogy ez a bizalmi kapcsolat nagyon sok területen megmutatkozik. Természetesen, hogy nincs itt felsorolva minden terület, ahol az ember, a hívő ember örülhet és élvezheti az Istennel való bizalmi kapcsolatot, azonban néhány jelentős terület fel van sorolva, és meg van említve ebben az imaénekben. Azt látjuk mindjárt, hogy a Zsoltár elején Dávid örül annak a biztonságnak, ami Isten jelenlétébe tölti be a szívét. A biztonság érzet. Azt mondja, tarts meg engem, Istenem, mert te hozzád menekültem, és aztán azt mondja tovább,
hogy örül az ő szíve, mert biztonságban van teste és lelke egyaránt. Többször kifejezik ezt a zsoltárosok, de ezt a bizalmi kapcsolatot az újszövetségi hívő ember is tudja. Hisz akkor, amikor Istennek adjuk az életünket, és amikor az Úr Jézus Krisztusban bízunk, akkor senki nem ragadhat ki bennünket ebből a közösségből. Legyen ez élet vagy halál, ellenségeskedés, vagy nehézség, fegyver, vagy üldözés, jólét vagy rosszlét, bármilyen kísértése az ördögnek. Dávid ezt a biztonságérzetet visszhangozta a zsoltáraiban, pedig sokszor volt nehéz helyzetben. Az ő történetét ismerők tudják, hogy nagyon sokszor kellett menekülnie az ellensége elől. Saul féltékeny lett rá, mert őt nézte ki Isten királynak Saul után, és ezért több évig, talán évtizedekig is menekülnie kellett ezelől az irigy ember elől. Mégis akárhol volt, azt mondja a zsoltáraiban Dávid, biztonságban vagyok az Úrnál. Aztán ez a kapcsolat, ez a bizalmi kapcsolat Dávid és Isten között abban is megmutatkozik, hogy erre a kapcsolatra, mint kizárólagos kapcsolatra tekint a zsoltáros. Azt mondja itt, ezt mondom az Úrnak, megvallja Istennek, hogy te vagy az én Uram, rajtad kívül semmi jóm nincs nekem ezen a földön. Sőt, nem csak a földön, hanem még a mennyben sem. Te vagy az, aki a legfontosabb, a legkedvesebb az én számomra. Kizárólagos kapcsolat. Ez arra utal, hogy Dávid hűséges akart maradni az Úrhoz. Ez a dolog kell jellemezze a mi kapcsolatunkat is Istennel, mert az Istennel való közösségünk az egy teljes közösség. Olyan közösség, ami lelkünk és testünk és életünk minden területére kihat. Az Ószövetségben sokszor látjuk, hogy Izrael nem volt hűséges Istenhez, hanem más isteneket is imádtak, és áldozatokat mutattak be ezeknek az isteneknek, amelyek valójában nem voltak istenek, inkább démonok voltak, vagy emberi elképzelések. Dávid azonban megvallja, hogy nem mutat be áldozatokat ezeknek az isteneknek, sem vérrel kevert italáldozatukat, még a nevüket sem említem. Ha magunkra gondolunk, akkor a mi szívünket is sok hatás éri. Sok minden kéri a hűségünket, az odaadásunkat, a gondolatainkat, a lelkünknek az odaszánását. Azonban mi is mondhatjuk ezen a délelőttön, hogy hűségesek akarunk maradni az Úrhoz, és elmondhatjuk Dáviddal együtt, hogy a szentekben, akik a földön vannak, és a dicsőségesekben telik az én kedvem. Hisz ez az Istennel való kapcsolat, bizalmi kapcsolatnak egy másik területe. Dávid megérezte azt, hisz a Szentlélek kijelenthette neki, hogy azok, akik az Istent szeretik, azok az Isten gyermekeit is szeretik. Ez a tény nagyon világosan ki van jelentve az Új Szövetségbe. Az Úr Jézus azt parancsolja az ő tanítványainak, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. János apostol pedig nagyon világosan beszél a leveleiben arról, hogy nem lehet Istent szeretni, akkor, hogyha nem szeretjük testvéreinket, ha nem szeretjük azokat, akik szintén az Istenéi. Mert ilyen ez az Istennel való bizalmas kapcsolat. Nem csak a kettő kapcsolata. Nem úgy van, hogy én meg vagyok az Istennel jól, köszönöm szépen, és az egész világ borulhat össze, pusztulhat el. Isten úgy tervezte, hogy nem csak egyéneket ment meg, hanem közösségekben gondolkozik az Isten, és ezért hozta létre Krisztus az ő egyházát. Ma reggel, amikor az Istennel való bizalmas kapcsolatunkra gondolunk, akkor gondolunk testvéreinkre is.
azokra, akikkel most nem tudunk fizikailag együtt lenni, csak lélekben. És eszünkbe jut mindaz, amit Isten az ő életükben is végzett, amiért hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk nem csupán azért az emberi tulajdonság összességért, amit egyik vagy másik testvérben látunk, hanem hálásak vagyunk azért, amit az Isten cselekedett, hogy hogyan tudta a bűnös embereket megváltoztatni, hogyan adhatott nekik új életcélt, életirányt, tartalmat az életüknek. Dáviddal együtt ezen a délelőttön mi is azt mondjuk, hogy a szenteiben, Isten szenteiben telik a kedvünk, és nem csak azokéban, akik a földön vannak, hanem a dicsőségesekben is. Gondolhatunk azokra, akik már elmentek, akik már az Úrnál vannak és megdicsőültek. Mindezekért, a személyekért, mindezekért, az emberekért hálát adhatunk, és ezekbe is kedvünket találhatjuk. Dávid tovább beszél, és azt mondja, hogy nagyon meg van elégedve a sorsával. Aki Isten jelenlétében él, az meg van elégedve a sorsával. Lehet ez a sors nem mindig nagyon különleges az emberi szempontból, lehet nem mindig van egészség, vagy anyagi jólét, de valójában a megelégedés nem is ezektől a tényezőktől függ. Az Isten az, aki ki tudja elégíteni szívünknek minden vágyát. Igaz az, amit sokszor elmondtak már a történelem folyamán, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy egy úgymond Isten alakú űr van a szívünkbe. És addig, ameddig ez az űr nem telik meg, csak Isten töltheti meg, addig mindig elégedetlenek vagyunk. De azok, akik találkoztak az Istennel, azok, akik olyan helyzetben vannak, mint Dávid is, azt mondhatják, Uram, Te vagy az én osztályrészem és poharam. Te tartod kezedbe sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Ez az osztályrész, ez a pohár valójában az ember sorsát, az ember életét jelképezi. És Dávid azt mondja, nagyon szép helyre, nagyon kedves, nagyon jó nekem az Úrral való közösség. A jelen sorsa is, amiben van, és az eljövendő is. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor írhatta ezt a Zsoltár Dávid, de tudunk olyan bizonyságtételéről, amit az üldözése alatt írt, és mégis meg volt elégedve, mert megtanulta. Megtanulta, hogy az Isten elég neki, az ő gondviselése, az ő kegyelme. Ahogy Pál apostol is megtanulta, hogy elég neki az Isten kegyelme, és hogy mindenre van ereje a Krisztusba, aki őt megerősíti. És mi is megtanulhatjuk. És mondhatjuk, hogy a mi osztályrészünk nagyon tetszik nekünk. Elmondhatod ezt, testvér? Ha elmondhatod, mondd el, amikor nem sokára imádkozni fogunk. És még egy gondolat, mielőtt lehetőség lenne az imádkozásra. Dávid megvallja azt is, hogy az Úr vezeti őt, tanácsolja őt, és igazgatja az ő életét, az ő sorsát. Azt mondja, hogy áldom az Urat, mert tanácsot adsz nekem, mert még éjszaka is figyelmeztet a bensőm, az Úrra tekintek szüntelen, és nem tántorodom meg, mert a jobbomnál van. Ez is egy lehetőség és egy jellegzetessége az Istennel való bizalmi kapcsolatnak, hogy Isten szól hozzánk. Szól hozzánk a mi életünkkel kapcsolatba, a mi életmódunk, a mi utainkkal kapcsolatba, a mi jövőnkkel kapcsolatba. Szól nekünk azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiket átélünk, amiken átmegyünk, legyenek azok nehéz vagy könnyű dolgok. Mert Isten kommunikál, mert Isten beszél. És az Isten beszédének, kommunikálásának ez a tapasztalata egy különleges ajándék, egy különleges kegyelem mindnyájunk számára. Azt mondja itt, hogy még éjszaka is figyelmeztet engem a bensőm. Eszembe jut
Az, amikor egy ember csak úgy forgolódik az ágyában éjszaka, különböző dolgokra gondol, talán a gondok, a feszültségek feszítik, tépik a szívét. Dávid azonban azt mondja, még ilyenkor is el tudok csendesedni, és Isten ilyenkor is tud hozzám beszélni. Milyen különleges ez a kapcsolat. Testvéreim, barátaim, most az imádkozáshoz közeledünk, és szeretnék néhány ima témát mindnyájunknak a figyelmébe ajánlni, hogy ezeknek a segítségével álljunk az Úr előtt. Adjunk hálát azért, hogy az Úrhoz tartozunk ezen a délelőttön, és köszönjük meg azt a biztonságot, amiben részünk van. Egyik helyen a Zsoltáros szintén azt mondja, hogy ha a hegyek a tengerbe ugranak, akkor se fél, mert az Úrral van. Mi is elmondhatjuk, hogy legyen bármilyen járvány, bármilyen veszély, mi biztonságban érezhetjük magunkat, mert Isten velünk van. Ugyanakkor ígérjük meg az Úrnak, amikor most imádkozni fogunk, hogy hűségesek leszünk hozzá, és kérjünk erre erőt a Szentlélek által. Mondjuk mi is Dáviddal, hogy nem fogunk a bálványoknak áldozni. Nem azoknak, amik az ókorban vannak, hanem a mostaniaknak. Mert most is vannak bálványok, amelyek kérik a szívünk hódolatát. És mi ezekre azt mondjuk, hogy nem. Mi az Urat imádjuk, és neki áldozunk, és az övé vagyunk. Mondjuk el azt is, ha ez így van, hogy meg vagyunk elégedve sorsunkkal, jelenünkkel, és benne bízunk a jövővel kapcsolatba is. A jövő az egyik olyan tényező, ami gyakran okoz nekünk feszültséget és aggodalmat. Ha az Úrban bízunk, aki velünk volt a múltban, és velünk van a jelenben, meg lehetünk győződve arról, hogy ő nem hagy el bennünket a jövőben sem. Ez a mi kiváltságunk, akik Istennel ilyen bizalmi kapcsolatban vagyunk. Aztán, mint negyedik ima gondolat, téma, szeretném, ha kérnénk az Urat most közösen, hogy ő tudjon minket vezetni, és hogy tudjuk ezt a vezetést elfogadni, és hogy ismertesse meg az ő útját velünk. Az ő útja azt jelenti, hogy azt az életmódot, amit szeretne, hogy éljünk. Ebben a rövid földi életbe, hogy ez Isten szerint legyen. Így most elcsendesedünk és imádkozunk, akik követnek bennünket ezen az online Isten tiszteletem. Kérem, hogy csendesedjenek el otthon, ahol vagynak, most imádkozzanak ők is, csendben, magukban. Talán most nem lesz lehetőség arra, hogy csoportosan vagy közösen is imádkozzanak, de így fejet hajtva, elcsendesedve imádkozzunk az Úr előtt, és majd ezt a csendes ima mozzanatot én fogom befejezni, és így fog áhítati mozzanatunk véget érni.
Urunk, hálával állunk előtted ezen a reggelen is, és megköszönjük, hogy egyáltalán magadhoz engedsz bennünket, hogy ezzel a személyes kapcsolattal, bizalmi kapcsolattal élhessünk. Köszönjük, hogy ezt te tetted lehetővé. Te aláztad meg magad, te szálltál le hozzánk, te közeledtél hozzánk, és nekünk csak igent kellett mondani, be kellett fogadnunk téged a szívünkbe. Hálát adunk, Urunk, ezért. Köszönjük, hogy velünk vagy, és mi biztonságban lehetünk. Senki sem ragadhat ki bennünket a te kezedből. Legyen az élet vagy halál, legyen az bármi, legyen betegség vagy jólét, legyen anyagi bővölködés vagy szükség, legyen az a sátán bármilyen kísértése vagy támadása. De Urunk, szeretnénk elmondani neked, hogy meg akarunk maradni ebbe a kapcsolatba. Néha mi is abba a helyzetbe kerülünk, hogy meg vagyunk kísértve, és különböző csábító szirén hangokat hallunk, hogy rájuk figyeljünk, hogy azokat szeressük, hogy azokhoz tapadjon a szívünk. Szeretnénk ezen a reggelen elmondani, hogy mi hozzád akarunk hűségesek maradni. Hiszen meg vagyunk elégedve azzal az élettel, amit te adsz. A sorsunkkal, a jelenünkkel meg vagyunk elégedve, és bízunk benned a jövőnkkel kapcsolatban is. Urunk, kérünk, hogy így áld meg a te népedet. Mindnyájan, ahol vagyunk, hadd érezzük át ezt a szeretetet, amivel vagy irántunk. És mondjuk azt, hogy megmaradunk melletted, megmaradunk veled, mindig, bármilyen körülmény között is lennénk. Így kérünk, Urunk, hogy építsed a te egyházadat. Építsed a mi személyes lelkéletünket is, de azt a titokzatos és emberek szemek elől elrejtett népet, akik a tiéd ebben a világban, hadd erősödjünk meg a benned vetett bizalomba. És ez a különleges időszak is, Urunk, amikor nem találkozhatunk a megszokott módon, és nem úgy gyakorolhatjuk a lelki közösséget, ahogy eddig tettük, hogy ez is legyen áldásul számunkra, és a te néped megerősödve kerüljön ki ebből a helyzetből. Urunk, mindenért hálát adunk, és magasztalunk téged. És köszönjük, hogy Isten tiszteletünk további mozzanatait is meg fogod áldani az Úr Jézus Krisztus nevében és érdeméért. Amen. Dávidnak egy zsoltárát olvastuk az előbb, ezeket a zsoltárokat, amik a Bibliánkban találhatók, ezeket énekelték, de az Istenről, az Istennel kapcsolatos bizalomról nem csak a zsoltárosok, hanem modernebb énekszerzők is bizonyságot tettek. Egy ilyen bizonyságtételt énekeljünk most el, Hithangjai 516-os számú éneket, és valljuk meg benne azt, hogy mindig az Úr Jézus Krisztust követjük, mert ő ad nekünk üdvöt. Mindenütt csak Jézussal bizton lehetek, ahol Jézus van velem, ott nem félhetek. Mindenütt csak Jézussal bizton lehetek, ahol Jézus van velem, ott nem félhetek. Thank you.
Isten igéjét fogom olvasni, a János közönséges első levele, első rész, 1-4 terjedő igeverseket. Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál vala, és megjelent nékünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. Idáig az íge. Testvéri szeretettel köszöntök mindenkit, minden testvért és minden kedves hallgatót, aki velünk van együtt ezen az Isten tiszteleten. Ez az íge a hívőkhöz szól. A témából kitűnik az, hogy, ahogy a témánk is mondja, hogy az öröm igazi forrása, és erről szeretnék beszélni, az örömnek az igazi forrásáról, hogy ebből az örömből lehet annyihoz hozzájutni, hogy belegyünk telve, úgy, ahogy János apostol mondja a 4. versben. És ezeket ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Hát az öröm a léleknek a gyümölcsei közé tartozik. A Zsoltáros is már a 86. részben megtapasztalta, átélte és énekelte arról, hogy minden forrásaim te benned vannak, ó Uram. Egy néhány forrást szeretnék megemlíteni, ahol az igazi örömhöz lehet hozzájutni. És ezért kérem a kedves testvéreket és a kedves hallgatókat, hogy utazzunk egy néhány forráshoz a Bibliában. Az első forráshoz, amit meg szeretnék említeni, a szabadulás forrásához. És már is olvasom az ígét az Ésajás 12. részéből. És itt szólszam a napon. Hálákat adok néked, Óram, mert jó lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem is én nekem az Úr, az Úr és lönnékem szabadító, s örömmel merítek vizet a szabadító kutfejéből. Milyen csodálatos ez, hogy mehetünk ehhez a forráshoz, ahol van a szabadulás. Aztán emlékezzünk vissza a zsidó népről, amikor megszabadultak az egyiptomiaktól. Olyan öröm töltette be őket, hogy énekeltek örömükbe. Aztán Miriam és az asszonyokkal együtt elővették a hangszereiket, és énekeltek, táncoltak örömükbe, hogy megszabadultak. Szeretném azt megkérdezni, hogy kedves testvérem és kedves hallgató, eljutottál egészen ehhez a forráshoz, ahol szabaduláshoz lehet hozzájutni. Visszaemlékszek arra az időre, amikor az én életemben is, az Úr kegyelméből eljutottam egészen odáig, ahol nyertem bűneimre bocsánatot, és ahol felszabadítod az Úr. Szeretném azt megkérdezni, hogy eljutottál-e ide ehhez a szabaduláshoz, vagy elveszítetted az örömödet? Ez azért van, mert lekötöződtél,
mert visszajött a régi élet. Ezért hívlak most a szabadulás forrásához. Egy másik forrást szeretnék megemlíteni, a Jézus Krisztus és a testvérek közösségének a forrásához. És olvasom már is az igét. A János Evangélium a 15. részéből, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaért. Ti az én barátaim vagytok. Ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek, nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. És a kijelölt ígéből János is ezt aláhúzza, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Testvéreim, ez egy olyan forrás, amit nehezebben lehet elérni. Azért, mert a drága megváltónk egy olyan mércét állít fel, hogy olyan közösségbe kerüljünk ő vele, amilyen közösségbe volt a drága megváltónk az atyával. Mindent az ő akarata szerint cselekedett. Ilyen közösség, ezt a közösséget kéri tőlünk is, hogy mi a testvérek olyan közösségben legyünk, amilyet ő hagyott nekünk, amilyet ő mutatott be, mert ő a minta. Olyan sok minden tartozik ehhez. Mi nagyon sok mindent fel kell adjunk. Fel kell adjuk a mi akaratunkat, fel kell adjuk a mi elképzelésünket, fel kell adjunk azokat a nézeteket, amik a miénk, azért, hogy érvényesüljön az övé és az ő akarata. Olyan csodálatos ez, hogy ezt megélhetjük. Visszaemlékszek arra az időre, amikor az Úr kegyelméből elhívott és megváltott, megszabadított. Én nem tudom, hogy hogy történt, de az Úr belehelyezett engemet, szerető szívű testvéreknek a közösségébe. És ez egy olyan forrás, ahol be lehet telni igazi örömmel. Szeretném megkérdezni, kedves testvére, és kedves hallgatom, kivel vagy közösségben? Kivel? Milyen a közösséged a testvérekkel? Biztatlak ezen a délelőtön. Ha egyedül érzed magadat, ha nincs senki melletted, akkor hívlak ehhez a forráshoz, mert Jézus ezt a közösséget akarja helyreállítani, hogy vele élő közösségbe legyünk. Nem csak a nagy dolgokba kérjük ki az ő véleményét, amikor iskolát kell válasszunk, vagy megnősüljünk, férhez menjünk, vagy nagyobb eseményekbe, munkahelyi választás, hanem akkor is a cseprő apró dolgokban a vele való közösségre hív bennünket. Csodálatos forrás ez, hiszen belőle származik minden jó. Ezért jöjjünk ehhez a forráshoz is. Megyünk tovább. A következő forrás a növekvő Jézusból származó örömforrás. És olvasom az ígét, hogy nézzük meg, hogy milyen csodálatos ez a forrás is. János evangéliuma, 3. rész, a 25. verstől.
vetekedés támad azért a János tanítványa és a júdeai között a mosakodás felől. És mennének Jézushoz, és mondának neki, Mester, aki veled vala Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és hozzámegy mindenki. És felele János, és mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha mennyből adatot néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, hogy nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el, akinek jegyes a vőlegény, vőlegénye az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Annak növekednie kell, néke pedig alább szállanom. Csodálatos ez. Ez egy igazi forrást látok Jánosnak az életében, keresztelő János életében. A tanítványok, Jánosnak a tanítványai észrevették azt, amikor már Jézus elkezdett működni, hogy mindenki utána megy. És úgy vették észre, hogy Jánosnak a tanítványai most már fognak kevesebben lenni, csappan. És ezért jöttek Jánoshoz, hogy figyelj meg, nézd meg, János, Mester, mindenki utána megy. Testvérek, János alázatosan adta a választ. Annak növekednie kell, néked pedig alászállanom. Sok hívő életében Jézus kicsinek marad. Habár megtértünk, de kicsinek marad. Ha vállaljuk azt, hogy szorgoskodunk is, imádkozunk, énekelünk, szolgálunk is. Miért? Miért van ez, hogy kicsinek marad, mint Jánosnak a tanítványai? Azért, mert ott van a szívbe a vetekedés, a versengés, az irigység, a kételkedés, és annyi sok minden, ami volt a tanítványoknak az életében. És csodálom Jánost, hogy ő ezt hogy kivédi, és milyen lelki állapottal rendelkezett. És elmondja nekünk, nézzétek meg, én elmondtam nektek minden, és ti tudjátok ezt, mert elmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem én csak út egyengető vagyok. És annak növekednie kell, néke pedig alább szállanom. Milyen drága forráshoz lehet eljutni? És ezt szeretném elmondani, tapasztalatból is, hogy szeretnék gyönyörködni abban, amikor látom azt, hogy körülöttem a gyermekeim, családban, vagy a gyülekezeti tagok életében látszik az, hogy Jézus növekedik, Jézus naggyá válik. Óbá törtene be bennünket ez az ilyen fajta öröm is. Csodálatos ez. Az Úr segítsen meg bennünket, hogy rendelkezzünk ezzel a forrással is, merítsünk ebből is, azért, hogy ellene tudjunk állni minden kísértésnek. Következik, menjünk el még egy forráshoz, és ezt fogom olvasni, elolvasom ezt is az ígéből, mert nagyon tetszik nekem. És ez a kísértések és a megpróbáltatásokból származó örömforrás. És ez Jakab apostol így mondja. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekben estek. Tudván, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. Ez is lehet örömforrás, amikor kísértésekben, megpróbáltatásokban kerülünk. Szeretném elmondani, hogy ez is egy igazi forrás,
ahol örömhöz lehet hozzájutni. Miért? Azért, mert azért engedi meg az Úr az életünkben, és azért kerülünk kísértésekbe, mert megpróbáltatásokba, mert az Úr legalább két dolgot el akar érni az életünkben. Az egyik az, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy mi van a szívünkben. És olvasom az igét, a Mózes 5. könyve, 8. részében. És emlékezzél meg az egész útról, amely hordoztalak téged, az Úr, a te Istened, már 40 esztendeig a pusztában, hogy messanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod az ő parancsolataidat, vagy nem? És megsanyargatta téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtod radja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged, az Úr a te Istened. És őrizd meg az Úrnak a te Istenek parancsolatait, hogy az ő útjáin jár, és őt féljed. Azért engedi meg az Úr a próbát és a kísértést, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy mi van a szívünkben. Mert a megpróbáltatás idő alatt nagyon sok minden kijön az embernek a szívéből, ami ott bent van. Gyakorlatilag tudom ezt, amikor keresztül mentem kemény megpróbáltatásokon, igazán sok mindent felismertem, amit amúgy nem tudtam volna felismerni. De az Úr tanított, nevelt ezen keresztül, és az meg, hogy megtisztuljon az életem. A második dolog az, hogy a mi hitünk ki legyen próbálva. Ebből olvasom az ígét, Péter közönséges első leveléből. Áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmasága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálba való feltámadás által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek noha most, kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranyra, dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ezért engedi meg az Úr a kísértést és a megpróbáltatást, hogy a mi hitünk meg legyen próbálva. Egy példát szeretnék említeni a Bibliából. Úgy olvasok a Első Mózes 22. részében Ábrahámról van szó, amikor az Úr megkísértette Ábrahámot, megpróbálta. Vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, vidd arra a helyre, amelyet én mutatok neked, és áldozd fel. Hogy lehet? És hol van itt az öröm? Hogy lehet hozzájutni az örömhöz? Hát, Ábrahám nagy örömhöz jutott hozzá. Amikor elértek a hegyre, és megcsinálták az oltárt fiával együtt, áldozó oltárt, azelőtt kérdezte a fia tőle, atyám, hát fa van, tűz van,
De az áldozati bárány hol van? És Ábrahám azt mondja, az Úr majd gondot fog viselni. És amikor vette a fiát, és felemelte a kezét a késsel, az angyal beleszólt, belekiáltott, állj meg! És ezt szeretném elolvasni, mert nagyon, nagyon tetszik nekem, hogy olyan szép beszélgetés, mert érdekelt engemet, hogy hogy lehet hozzájutni a forráshoz. És kiállt az Úrnak angyala Ábrahámhoz, másodszor is az égből, és mondta, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy egy dolgot cselekedét, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, amely tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ellenségnek kapuit. Testvéreim, milyen csodálatos örömhöz jutott hozzá Ábrahám, akkor, amikor az Úr azt mondta, az Úr angyal, állj meg! És megmutatta a bárányt, a kost, akit fel kell áldozni. Aztán, mikor, miután meg lett próbálva, jött az ígéret, megerősödött az ígéret, amit az Úr már megígért neki, hogy meg fogja őtet áldani. Testvéreim, fogadjuk el ezt az örömforrást is, a megkísértés és a megpróbáltatásnak a forrásából származó örömöt. Most olyan időt élünk, amikor mindenki meg van próbálva, fiatalok, középkorúak, az idősek is. Ebben az időben vizsgázunk. Keressük meg ebben azt a jót, ami az örömhöz vezet. A fiatalokhoz is szeretnék szólani. Nem normális menetben zajlanak le az események. A vizsgák, a ballagás, az évzárás, majd a felvétel. Mindenkit megpróbál, de különösképpen a fiatalokra gondolok. Szeretnélek bátorítani benneteket. Bízzatok az Úrban. Az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr gondot fog viselni rólatok. Bízzatok benne. Még egy forrás szeretnék említeni, ami a Jelenések 19-ben van, és akkor a befejezéshez közeledek. Örüljetek is, örvendezünk, adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta, ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek a beszédei. Testvéreim, ott lesz az igazi öröm, a beteljesedés. Amikor a bárány felesége, a megváltottak serege elkészíti magát, készen lesz, és amikor ott vele fogunk találkozni, akkor lesz igazán teljes az örömünk. Ott nem lesz kísértés, nem lesz megpróbáltatás, nem lesz betegség, nem lesz sírás, sőt, a bárány letöröl a szemünkről minden könnyet. Szeretném azt, hogyha megismételnünk, kedves testvéreim, ha szeretnénk igazi öröm forrásokhoz hozzájutni, akkor fogadjuk el a szabadulás forrását, aztán a Jézus Krisztus a testvérek közösségének a forrását, a növekvő Jézusból származó örömforrását, és a kísértések és a megpróbáltatásoknak a származó örömforrását,
időzünk ezeknél a forrásoknál, és engedjük azt, hogy az Úr betöltsön bennünket igazi örömmel, már itt ezen a földön, ezekben a körülményekben is, mert benne, nála van, az igazi forrásban van, az igazi öröm. Amen. Édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy kegyelmedből megtartottál bennünket életbe. Köszönjük, Urunk, hogy elhívtál bennünket az üdvösségre. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhattuk azt az életünkben, amikor hozzád jöttünk bűneinkkel, és oda segítettél bennünket a szabadulás forrásához, ahol beteltünk örömmel, szabadsággal, békességgel, üdvbizonyossággal, új élettel. Hálát adunk neked ezért. Imádkozok azért, Uram, hogy a további életünkben is tartsál meg, erősítsél meg, hogy igazán a veled való közösségnek az örömét hadd tapasztaljuk meg minden nap, mert te megígérted, hogy velünk leszel a világ végezeteig minden körülmények között. Uram, imádkozok még azért is, hogy áld meg mindazokat is, akik most ez időben a hitük nagyon erősen meg van próbálva, meg vannak kísértve, le vannak verve, és elveszítették az örömüket. Kérlek tégedet, Uram, segíts meg, hogy mindenki visszakerüljön, és visszamenjünk a forráshoz, ahol lelhetünk örömöt belőle. Imádkozok még azért is, Uram, hogy áld meg a te népedet, s tartsál meg bennünket, és ez idő szolgáljon arra, hogy megtisztulunk, megszentelődünk, megerősödünk, és vállaljuk azt, hogy az életünket oda engedjük a te kezedbe, hogy te el tudjál készíteni, mint mennyasszonyodat, hogy azon ne legyen semmi tisztáltalan, sömörgözés vagy valami bűn, mert tudjuk, hogy a te nagy örömödbe, a mennyországba, ahol teljes lesz az örömünk, oda nem fog bejutni semmi tisztáltalan. Kérlek, tisztítsál, készítsél el bennünket. Hálát adunk, hogy meghallgatod imánkat, és a te neved meg fog dicsőülni az életünkben. Várjuk azt az időt is, amikor felszabadítasz bennünket, hogy együtt is legyünk, együtt legyen a te néped, a te házadba. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Thank you.
Valóban van okunk arra, hogy megköszönjük az Úrnak mindazt a jót, amit tőle kaptunk, és dicséretet mondjunk neki. Különösen, ahogy az igehirdetésben hallottuk, hogy hálát adjunk és dicsőítsük őt azért a maradandó örömért, aminek a forrása vagy forrásai csak benne vannak. A világ is kínál örömöket, azonban ezek az örömök gyakran ürömmé változnak. Adja meg az Úr mindnyájunknak, hogy benne találjuk meg szívünk, lelkünk, egész életünk örömét, hogy így maradandó legyen az örömünk. Most lehetőség van arra, hogy testvérek szolgálatát meghallgassuk. Mindez azért van, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelméről, az ő szeretetéről bizonyságot tegyünk, és azért is, hogy egymás hite által is épüljünk. Bizonyságtevések következnek tehát. Először Sipos Timoti fog bizonyságot tenni, utána Bertics Eszter, majd egy ének következik Bálint Vilmos és unokái részéről, és aztán Kovács Regina fog szolgálni. Örülünk annak, hogy a testvérek szeretnek szolgálni, és külön megemlítem Timotit, aki régóta szeretett volna bizonyságot tenni, mint várta, hogy hát ha már elmúlik ez a helyzet és a gyülekezetbe, majd mikor mindenki jelen lesz, akkor tehet bizonyságot, de úgy látszik, hogy már nem vár tovább, és szeretné elmondani a bizonyságtételét azoknak, akik a gyülekezethez tartoznak, de nem csak azoknak, hanem a barátoknak is, akik bennünket most követnek. Hallgassuk meg tehát ezeket a bizonyságtételeket Isten kegyelméről, és arról, hogy hogyan munkálkodik a testvéreink életében. Köszöntöm a testvéreket! Ebben a videóban el szeretném mondani a megtérésem a történetét. Már kiskorom óta volt egy Isten alkotott képem, amit a folyamatos gyülekezetbe járással sajátítottam el. Tiszteltem Istent, és elismertem az ő hatalmát, viszont egy távoli, elérhetetlen személynek tartottam őt. Mindig is tudtam azt, hogy meg kell térjek, de sosem vettem ezt a komolyan, és akárhányszor szólt Isten hozzám, mindig elfordultam tőle, és nemet mondtam. Ennek ellenére az Isten iránt érzett tiszteletem nem akadályozott meg attól, hogy a különböző bűnöket kövessék el, és minél inkább nőttem, annál inkább éreztem azt, hogy szükségem van Isten kegyelmére és arra, hogy ő megtisztítson. A karantén intézkedések bevezetése előtt egy héttel megtudtuk, hogy van Budapesten egy evangelizálás, amit egy megtért gangster, Nicky Cruz tart. A családdal úgy döntöttünk, hogy elmegyünk erre az evangelizálásra, bár nekem semmi kedvem nem volt ehhez. Nagyon áldásos volt ez a két alkalom. Azért az első alkalommal iszolt Isten hozzá, megérintett, de én nemet mondtam, és elhalasztottam az ő hívását. Viszont másnap, a szombaton, Isten újból szólt hozzám, amikor Nicky Cruz elmesélte azt, hogy az ő hátterét, hogy milyen a háttérből jön, és hogy milyen nehéz volt neki, és részletezte a megtérési történetét. És ez engem nagyon megérintett, és ezek után hívott az embereket előre, és akkor én is éreztem egy késztetés arra, hogy előre menjek, viszont én megpróbáltam hárítani és meghúzódni, de egyre erősödött ez a késztetés, és végül nem tudtam ellenállni, és mintha egy erő nyomott volna előre fele, és végül azt vettem észre, hogy ott elő vagyok többi ember között, és ezek után tudtam imádkozni
Nicky Cruz-zal, és le tudtam tenni a bűneimet. És az életemben az változott, hogy most már érzem Isten közelségét az én életemben, és betölt az öröm, amit a szabadságot, hogy az övé lehetek, és bár kísért a sátán, és jönnek a újabb kísértések, de tudom azt, hogy Isten ad erőt, és fog erőt adni most és ezután is. Amen. Sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, és mondanám, hogy nagyon hiányoznak. Hiányzik a gyülekezet, az alkalmak együtt, és nagyon remélem, hogy ez hamar szabad lesz, hogy újra találkozhassunk. Szeretnék bizonságot tenni, és felolvasni a 121. Zsoltárnak az első három igeverseit, amin ez lesz az alap az én bizonságtevésemnek. Így szól a 121. Zsoltár. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Úgy, ahogy a Zsoltár is említi a hegyeket, az én életemben is most pontosabban négy ilyen hegy áll most előttem. Már félig felmásztam őket, félig már tudok információt, de nem félig már úgy benne vagyok, de nem tudom, mi van, mi vár ezen túl, nem tudom a végső eredmény, a válaszokat, úgyhogy látom ezeket a hegyeket, hogy még mindig vannak, és szinte minden lépésnél ott vannak azok a kövek, amiben nagyon könnyen megbotladhat a lábam, az aggodalom és a félelem, de ugyanakkor látom és érzem, hogy Isten velem van, fogja a kezem, tartja az én lépéseimet, ő óv, és ha úgy visszanézek hátra, nem is látok két lábnyomot, hanem csak egyet, mivel az Úr Jézus az ő ölébe felvett, felkarolt, és az ő kezén hordozott ezekben ebben az időszakban, és ezeket egyáltalán nem érdemlem meg, hanem ez a végtelen szeretete és kegyelméből vannak. Nagyon hálás vagyok, és őszintén mondva nem tudom kifejezni a hálámat Isten iránt ezekért a dolgokért, hogy minden nap érezhetem az ő segítségét, apró dolgokban, de nagyokban is, és ez nagyon segít, hogyha énekelek, ha imádkozok így én magamba a nap folyamán, a teendőim közepén, ha hálát adok akármilyen kis apróságért, egy kis madárkáért, vagy azért, hogy sikerült az, ami arra a napra terveztem, és ez úgy érzem, hogy közel tart Istenhez, bár lehet, hogy most könnyű így kimondani, de tettekben nagyon-nagyon nehéz, és nem bírom ezt egyedül csinálni, nincs elég erőm ehhez, és ezért csak is Isten tud nekem segíteni és erőt adni, hogy továbbra is másszam ezeket a hegyeket, és mégis ott van a remény, hogy Istennel minden rendben lesz, és bármi is lesz a hegyeken túl, az jó lesz, mert Istennek a terve tökéletes, és ebben hiszem, és ezért a félelemnek és az aggodalomnak nincs helye az életemben. Ezt próbálom minden nap szó szerint tapasztalni, és próbálom ezeket letenni, és Istenből meríteni erőt, bölcsességet a továbbiakban, és nagyon hálás vagyok, hogy van egy ilyen Istenem.
Azt szeretném még mondani, hogy kívánok sok egészséget a testvéreknek, és tapasztalják meg Isten gondviselését és szeretetét minden nap. És hiszem, hogy mindannyian újra fogunk találkozni, és örömmel újra gyűlni, és időt tölteni egymással. Kívánom Isten áldását minden egyes testvére és a családjukon át is. Amen. Aktuális akár a mostani időszakra nézve is. A békesség. Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet. A feladat egyszerűnek látszott, ső nyomban neki is látott. Rajzolt tenger céltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült, s a kép összegyűrve a szemétbe került. Nem békesség volt a papíron, csupán szélcsend és unalom. Azután újabb rajzba kezdett, s egy szundító, öreg bácsit festett. De békességet nem ábrázolt ez sem. Neki állt hát, hogy tovább keressen. Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, békésen legelésző birkanyájat. A papírkosár lassan tele lett, s közben be is esteledett. Ám az este sem volt békés, messziről hallatszott a mennydörgés. Vihar közeledett, s az ég rengett. A festő az ablaknál töprengett. Nézte a szélben sodródó leveleket, a villámokat, mik átjárták az eget. A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér esőcseppek verték az ablakot. A festő nem tudta tovább, hogyan legyen, Istent kérte hát, hogy csodát tegyen. Tekintete ekkor ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa egyik vastag, benső ágán, úgy a fának szíve táján a viharról szinte mit sem sejtve ült egy madár, fejét a szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég. Ez hát az igazi békesség. Uram, te megmutattad békességedet, szólt a festő, és nem tévedett. Csodálatos isteni békesség ez, mint a viharban alvó madár jelképez. A világ legyen bármilyen nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége van. Ő minden gondot vállára vesz, s bennünket szabaddá, békéssé tesz. Az ő békessége tökéletes, minden félelemtől mentes. Nekünk szánja ezt a békességet, s tőlünk csak egyet kér, engedelmességet. Jó tudnunk azt, hogy ezen az Isten tiszteleten többen jelen vagyunk, és együtt vagyunk. A szatmári gyülekezet tagjai mellett ott vannak a körzethez tartozó gyülekezeteink, akik szintén velünk vannak ezen az online Isten tiszteleten. Köszöntjük őket is nagy szeretettel, és mint máskor is, most is lehetőséget adunk arra, hogy valaki a körzetből is szolgáljon, bekapcsolódjon a mi Isten tiszteletünkbe. Ezen a délelőttön a teremi gyülekezet részéről fogunk egy szolgálatot meghallgatni, egy bizonyságtételt Kardos János testvér részéről. Ezt megelőzően azonban a somlyói gyerekek fognak szolgálni. Somlyón még legalábbis úgy elvileg mindig ügyintéző lelkipásztori szolgálatot végzek, ami azonban nagyon korlátozott ebben az időszakban. Mégis szeretnénk feléjük is szolgálni, és örülünk, hogy a somlyói testvérek is velünk vannak vasárnap délelőttönként. Most a gyerekek fognak szolgálni, azok a gyerekek, akikkel, mint vasárnapiskolásokkal kezdtünk foglalkozni néhány évvel ezelőtt, azóta már szépen növekednek és fejlődnek. Hallgassuk meg most az ő szolgálatukat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevesd el orcád elől, szent lelked, nevedd el tőlem. Vidámítsd meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy tanítassam utaidra ütleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Lehetett először ipátoszlifőjet, míg a titacúba lemétetett. Csodálod, ha mit szed, hozzonőd. Amen. 62. Zsoltárból. Csak Istennel csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Istennel van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Isten, ami oltalmunk. Amen. Megadja az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hagyja az Úrral a te utadat, bízzál benne, ne ó munkálkodik. Világossá teszi a te igazságodat, jogodra fényderít. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm,
Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Jakab 5:8. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus Krisztus nevében, és az Úr áldását kívánom a testvérekre, és a minden barátainkra, és mindazokra, akik követik az interneten az Isten tiszteleteket, az áhítatokat, az imaórákat, és örülök én is annak, hogy van lehetőség az én számomra is elmondani egy pár dolgot, amit tapasztaltam az Isten kegyelméből, mióta ez a rendszer, ez a betegség beállott, ilyen karanténnek mondják, hogy nem szabad összegyűlni az imaházakba, a csoportokba, és csak így az otthonunkban hallgatni az igét, az interneten olvasni, és tanulmányozni tovább az Isten igéit, és így dicsérni, magasztalni az Istent az ő kegyelmér, az ő jóságáért, szereteteir, ami ezekben a napokban is kimutat irántunk. Én hálás vagyok az Istennek, hogy eddig megtartotta az életünket, és hiszem azt, hogy mindvégig meg fogja tartani, hiszen megígérte nekünk, hogy a világ végezetéig velünk lesz, és nap mint nap fog vezérelni minket az ő kegyelme által. Sokszor olvastam a Bibliát, és egy olyan előismert igét olvastam a János evangéliumában, a 4. részében, a 23. versben, és szeretném olvasni. De eljön az óra, és az most vagyon, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádói közül. Az Isten lélek, és aki őt imádják, szükség, hogy lélekbe és igazságban imádják őtet. És igen, Isten jónak látta így, hogy ezeket a dolgokat megengedje a világban, hogy ez az ige is tanít minket arra, hogy nem csak az imaházba lehet az Isten dicsérni, imádni, és a közösségbe, hanem lehet így az interneten keresztül is, ahogy itt olvastam, hogy lélekben és igazságban. És még szeretnék egy igeverset felolvasni, a Zsoltár
55. részében a 23. igevers, ahonnan lehet erőt is meríteni ezekben a nehéz időkben. Vesd az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozik az igaz. Megint az igaz, akir van itt szó. És nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy eddigi életünket is megtartotta. Tapasztaltam az Isten jóságát, szeretetét még ezekben az időkben is, ebben a bezártságban, mondhatjuk úgy, ahogy hallottam egy szót, hogy bezárva, de mégis szabadon, és örülni így is az Úrban. És még azt is meg szeretném köszönni a szatmári testvéreknek, nem csak az igehirdetés, a tanítást, és az a sok ima, amit imádkoztak, írtunk. Azt is szeretném megköszönni, hogy még ezekben az időkben is gondoskodtak, hogy segítettek élelmiszerekkel minket, annyival amennyit tudtak, mint nagyon hálások vagyunk az Úrnak ezért, és a gyülekezet nevében szeretem megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez a segítség hozzánk jutott. Az Úr Jézus áldja meg a testvéreket. Amen. Lassan elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzunk egymástól, de ne tegyük ezt addig, ameddig nem adunk hálát Istennek minden jóért, amit ebben a másfél órában is kaptunk tőle. Buzdított bennünket az imádkozásra, eszünkbe juttatta, hogy mennyire biztonságban van az életünk, hogyha vele személyes, szoros kapcsolatban vagyunk. Szólt nekünk az öröm forrásairól, olyan örömök forrásairól, amelyek maradandóak, nem múlnak el egyhamar, hanem mindvégig megállnak. És hallottuk testvéreink bizonyságtételét is arról, hogy Isten cselekszik az életünkben. Még ilyen időszakban is, amikor el vagyunk zárva egymástól, családokba vagyunk, vagy nagyon korlátozottak a kapcsolataink, Isten elérkezik hozzánk, az ő lelke által kommunikál velünk, és ilyen körülmények között is építi a mi lelkünket, és építi az ő gyülekezetét. Adjunk most hálát Istennek minden jóért, a kegyelemért, amiben részesít minket. Urunk, hálát adunk, hogy imádhatunk és dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy ezáltal elfoglalhatjuk a helyünket, méltó helyünket a veled való kapcsolatban, amiért nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük, hogy személyesen ismerhetünk téged, az ige által is, a lélek által is szólsz hozzánk. Urunk, hálát adunk azért, hogy nem hagysz magunkra, hogyha nem is olyan gazdag a mi társasági életünk ezekben az időkben, de mégis örvendhetünk te benned, és megkaphatjuk az erőt, hogy a mindennapi élet küzdelmeidben helyt tudjunk állni. Imádkozunk azért, hogy ez megtörténjen mindnyájunk életében. Gondolunk most egymásra, akik otthonainkban vagyunk, lehet, hogy egyesekre elég nagy teher nehezedik ebben az időszakban, mások a bezártság miatt szenvednek, mások a bizonytalanság miatt szenvednek, és nem tudják, hogy mi lesz a jövő. Urunk, add, hogy a benned való hitünk mindenhez adjon nekünk erőt, ezt elviselni, legyőzni a gondjainkat, a bajainkat, mert te valóban ott vagy velünk, és személyesen gondoskodsz rólunk. Hálát adunk minden jóért, és kívánjuk, hogy ezután is tapasztalhassuk, hogy te velünk vagy. Kívánjuk, hogy megerősödjünk benned. És ahogy testvéreim is kifejezték, imádkozunk azért, Urunk, hogy ez a bezártsági helyzet, ez a sziget elszigeteltség minél hamarabb múljon el. Kérünk, hogy te gyógyítsad betegségeinket. Te parancsolj a helyzetben, ebben a helyzetben is, hogy megszűnjön ez a járvány minél hamarabb. És amiket nekünk tanulnunk kell ebből, azokat megtanuljuk, és levonjuk a tanúságot a magunk és közösségi életünkre is. Köszönjük, hogy meghallgatsz, velünk vagy, és szeretetedet érezteted velünk. Légy ezért áldva, Urunk. Amen. Elbúcsúzzunk kedves testvéreinktől, barátainktól, akik velünk együtt voltak ezen az Isten tiszteleten.
és emlékeztettünk mindenkit, hogy újból találkozhatunk. Itt a nagy közönség előtt találkozhatunk szerdán, amikor igehirdetés lesz sugározva, majd csütörtökön az imaóra, és majd vasárnap délelőtt újra találkozhatunk. A gyülekezet tagjaival találkozhatunk a csoportfoglalkozásokon hétfő este, majd a pénteki, vagyis a keddi imaóránkon, a pénteki bibliaórán, és a szombati csoportfoglalkozásokon is. Mindenkinek áldott napot kívánunk továbbra is, és a gyermekek figyelmét ezúttal is felhívjuk arra, hogy hamarosan találkozhatunk. A vasárnapi gyermekklub adása 12 órakor kezdődik, amihez kívánunk mindenkinek áldásos időtöltést. Isten áldjon meg bennünket! Légy te magad is, élő templom, a léleké, szent léleké, bűntől megtisztul szívvel halad, a menny felé. Dicső égi Jeruzsálem, én reád vár, te reád vár, ott majd a vár.